Átadták a Nádasdi utcát Bonyhádon. A munkálatok nyár elején kezdődtek, azonban a 436 méter hosszú útszakasz felújítása során a kivitelezőnek számos plusz feladatot kellett orvosolnia, ugyanis nem rendelkezett megfelelő alappal az út. A kezdeti nekiinduláshoz képest a teljes alépítményt ki kellett cseréljük az útban, mert itt a közműfelújítások során ilyen-olyan állapotban valósultak meg ezek a dolgok. Szerencsére az önkormányzat ebben partnerolt, és azt gondolom, hogy most korrekt módon megvalósult itt a felújítás. Bonyhád egyik legjobb minőségi utcája lett szerintem, és hosszú távon fogja szolgálni az itt lakók biztonságos és kényelmes közlekedését. Bonyhád város még 2021-ben nyert 206 millió forintot belterületi utak és járdák felújítására. Ebből az összegből a Nádasdi utcára közel 48 millió forintot különítettek el, illetve az önkormányzat további 29 millió forintot biztosított saját forrásból. Nincsen semmilyen beruházás meg felújítás olyan problémák nélkül, ami minden akadálymentesen vagy zökkönmentesen menne, ez sem volt így. Ezért nagyon hosszú időre sikeredett a kivitelezésnek az ideje, és ezért is hálás szívvel köszönöm meg most ezúton is az utca lakóinak, hogy nagyon nagy türelemmel várták ki a beruházás, a felújítás végét. Polgármester hozzátette, a tervek szerint idén még a Vasváripál utca újul meg Bonyhádon.